A Mary Poppins táncpróbái már június előtt egy hónappal elkezdődtek a tánckarral. A színészek addig egy intenzív step kurzuson vettek részt, hiszen a musical legfontosabb dalában, a Step in Time-ban hosszú perceken keresztül kell steppelni. Ez az a dal, ahol Bertie a kéményseprő barátaival együtt elviszi a gyerekeket London fölé. Ezen a héten a táncpróbákkal kalauzoljuk el önöket. Figyelem, elkezdjük a balettteremben a táncpróbát, kérem az összes két szereplőt, illetve hangosító urat. A színészeknek mindent kell tudni, tehát itt tényleg nem csak arról van szó, hogy éneklünk és játszunk, hanem komolyan, főleg a Bertinek és a Marynek komolyan kell tudni táncolni. Ez ugye egy más fizikumot is igényel, énekelni, táncolni együtt, tehát szerintem mindenképpen emberpróbáról lesz nekik ez a feladat, de hát nagyon izgalmas is emellett. Nagyon keményen nyomjuk, úgyhogy igazából néha ugye kétségbeesés határán vagyok. Ez olyan táncos feladat, ami ezzel én nem szembesültem, hogy itt ilyen komoly dolgok lesznek, és hát remélem, hogy ez szeptemberig elkészül. De azon kívül nagyon élvezem természetesen. Délelőtt 4 óra próba, délután 4 óra táncpróba, azért ez nagyon húzós, és nem is a tánc miatt, hanem azért megjegyezni azt, hogy éppen mikor mi történik és mit csinálsz. De hát ez van, és most ezt így kell csinálnunk, és gondolom, hogyha ennyire koncentrált és ennyire húzós az egész, és ennyire együtt van a csapat is végig folyamatosan, akkor ez majd mindenféleképpen jó eredményt szül. A darab legnagyobb dalának díszletében vagyunk. Mi is ez a szám? Step in Time körülbelül 8 perces. A leghosszabb táncos szám ebbe a darabba. Ez egy nagyon-nagyon misztikus pillanat, amikor megjelennek a háztetőkön Mary, Bertie és a két kisgyerek, és aztán 20 darab kéményseprő is előbukkan a kéményekből. 5, 6, 7, 4. Csak akkor jó egy próba, hogyha fel vagyunk rá készülve, mint lépés anyagban, mint pedig térformában. És ebben le vannak rajzolva azok a térformák, illetve oda van írva mellé, hogy milyen szövegnél van ez. Például itt vannak a kémények, ki hol áll, hányszor 8, oda megy, színekkel van jelölve, hogy mondjuk a piros vagy a rózsaszín a Mary, a kékek a gyerekek, a Bertie a sárga. Tehát pontosan, ha ránézek, akkor tudom, hogy hol vagyunk és hol járunk, és mit kell megtanítani. Step, mert egyébként angolul tap, úgy hívják, és a step in time, az azt jelenti, a nyers fordításban mondjuk, hogy lépj időben. Hihetetlen élvezzük ezt a helyzetet, hiszen amit mi itt látunk a tetőkön, ez a látvány, ez igazából csak a csillagok, akik látják a madarak, a csillagok és a kéményseprők. Tehát más nem is élvezheti ezt a fajta hihetetlen eufóriát, ami itt fönn zajlik. És hát ezt szeretnénk, hogy átélni a gyerekek, átéli velünk ugye Mary Poppins is, és hát ugye a kéményseprő társaink, akik ott vannak mindig a bajban, akkor ott vannak és segítenek, ugye ez egy nagyon fontos üzenet ennek az egésznek, és hát aztán egy őrült kavalkád lesz ebből az egészből. Egyébként csodálatos látvány lehet valóban a kéményseprők, ugye ők állandóan fönt vannak a város fölött, és látják az egész várost. Londont látni, hogy fölülről, én is megnézném szívesen.